A kiváló gyógypedagógusról, Ferenczi Györgyről elnevezett alapítványa a gyermekvédelmi szakember megkezdett munkájára emlékezik évről évre azon a szakmai napon, melyet idén Nagykanizsán tartottak. Elismerés is az itteni munkának, mely egyelőre még csak kicsin múlttal rendelkezik, de remélem, hogy szép jövővel. Ferenczi György volt a kezdeményezője annak, hogy a fiatalkorúak az előzetes letartóztatásuk idejét javító intézetben tölthetik. Rengeteg olyan gyerek van ezekben az intézetekben, akik okot adtak arra, hogy erkölcsi felháborodásunk az kiteljesedjen. Ugyanakkor okot adtak arra is rögtön, hogy segítsünk nekik. Ők azok, akik nem tudnak segítséget kérni, vagy nem mernek, vagy nem szeretnek segítséget kérni. Na, nekik van a legnagyobb szükségük a segítségadásra. Az én hangom csendesen szólik. A szakmai nap előadásai és a kerekasztal beszélgetések a gyermekvédelem zárt világát érintették a leginkább. A büntetőjog célja a gyerekek esetében nem a társadalom védelme, és ennek érdekében megbüntetése a bűnelkövetőnek, hanem az adott gyermek sorsának a rendezése, a beilleszkedési lehetőségek megadása, a törvények tiszteletére nevelés, tehát hogy olyan hasznos tagja legyen a közösségnek, ahol ő maga is jól fogja érezni magát. A szakemberek, pedagógusok, rendőrségi, ügyészségi és bírósági munkatársak többek között pedagógiai, jogi és módszertani témájú előadásokat hallhattak.